Volt már valaha olyan ötleted, amivel úgy gondoltad, hogy milliókat fogsz kaszálni? Aztán izgatottan elmondtad a haveroknak, akik kiröhögtek, hogy ekkora baromsággal max a füvet kaszálod le. Vagy épp annyit hülyéskedtetek baráti körben, hogy egymás után jöttek az idiótábbnál idiótább ötletek új találmányokra. Csak mert van, aki nem áll meg az ötletelésnél, és hiába nagy hülyeség a találmánya, elkészíti és árulni kezdi. De nélkülük még egyel kevesebb opunk lenne nevetni. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma hoztam nektek 10 nevetséges találmányt a világból. Nincs hova tenni az üdítőd, és nem szeretnéd mindenhova a kezedben cipelni. Szeretnél észrevétlenül kortyogatni a kedvenc italodból, és egy lapos üveg túl feltűnő. Ki is szeretnél öltözni, hogy mindenki utánad forduljon az utcán, és arra gondoljon, bárcsak én is ilyen jól néznék ki. Akkor itt is a megoldás, ami nem más, mint egy lapos üveg jellegű nyakkendő. De várj, hogy jön össze egy lapos üveg és egy nyakkendő? Nos, úgy, hogy a nyakkendőhöz adnak egy feltölthető italtárolót, ami természetesen nyakkendő formájú. Ezt miután feltöltötted, amivel szeretnéd, csak simán rögzíted a nyakkendőt belsőjére, és voilà, már el is rejtetted az eleganciád mögé az italod. Nem rossz ötlet, de pár dologgal tuti nem számolt a feltaláló. Például aki a munkában akar ezzel a módszerrel egy kis alkoholhoz jutni, hamar le tud bukni a leheletével. De persze, a maga módján azért zseniális találmány. Gondolom mindannyian pingpongoztatok már valaha. Nem biztos, hogy profik vagytok, a legtöbben nem azok, viszont hobbi szinten azért sokan szeretik ezt a játékot. Nem hiába alakult ki ebből az egyik legelterjedtebb ivós játék is, a sörpong. Na de vissza a pingponghoz. Egy nagy baj van ezzel a játékkal, mégpedig, hogy eszközigényes. És itt most nem az ütőkre vagy a labdákra gondolok, azokat nyilván egész olcsón be lehet szerezni, és nem olyan nagy cucc tárolni. Viszont az asztal már más kérdés, főleg lakásban. De, mint szinte mindenre, erre is van megoldás. Mert már feltalálták a pingpong ajtót. Ez megtévesztésig ugyanolyan, mint egy normál ajtó, csak épp zöldre van festve, fel van csíkozva, és le tud csúszni az ajtókeretben, hogy így szimpla ajtóból pingpongasztallá változzon. Egy hibája van csak, hogy nem klasszikus pingpongasztal méretű, de ezt muszáj megbocsátani a feltalálónak. Valahogy be kellett férni az ajtókeretbe is a találmánynak. Úgyhogy, ha épp nagyon el szeretnéd verni a lakótársakat pingpongban, és nincs hely egy rendes asztalra, akkor lehet megéri befektetni. A takarítás egy véget nem érő folyamat. Annyira jó érzés, amikor minden tiszta, minden a helyén van, és egy porszem sincs sehol a lakásban. Aztán másnapra újra koszos minden, és kezdődhet az egész előről. De mi lenne akkor, ha valami megkönnyíteni a folyamatot? Legalább a felseprésben. Valami, ami nem egy robot porszívó, és rengeteget kúszik a földön. De mi? Mondjuk egy kisbaba. Hát persze, hiszen ezek a picik folyamatosan csak kúsznak, amíg meg nem tanulnak járni. Akkor miért ne használnánk ki? Gondolom nagyjából így gondolkozott az az ember, aki feltalálta a babaseprűt, ami egy olyan rugdalózó, aminek a karjaira és a lábaira felmosószerű szálakat vartak. Persze, az egész csak poénnak indult, de valahol komolyra váltott a dolog, és rendes webshopban kezdték árulni. Egy pont után a kommentelők is leálltak azokkal a kérdésekkel, hogy ez most kamu, ugye? És egész komoly kérdéseket tettek fel a használati módokkal kapcsolatban, sőt, még termékfejlesztési javaslatokat is írtak. Persze a trollokat sose lehet megállítani, de egy viccből indult terméknél ez nem is csoda, és igazából nem is üt akkora. Ha már magán a terméken nevetnek az emberek, a kommentelő kreativitásán csak még jobban fognak. Így nyár végére már mindegy, ha nem jött össze a nyári alak. Most már késő komolyan nekiindulni az edzésnek, ha eddig nem jött össze, idén már lecsúsztál a kocka alsról. Viszont ha nekiállsz most, és az év hátralevő részében keményen edzel, beleadsz mindent, akkor jövő nyáron mindenki csak csorgatni fogja a nyálát, és irigykedni fog a testedre. Persze, ehhez az étrendet se árt jól kialakítani. Vagy csak fogod magad, magasról tojsz az egészre, és veszel egy enhancert. Csak pattints fel az eszközt, hagyd magadon egy ideig, és lásd csodát, kirajzolódnak a kockáid. Kemény munka nélkül lettél a következő Arnold Schwarzenegger. Két nagy gond van ezzel. Egyrészt, ha a zsírt kockákra formálod, attól még az zsír marad, és nem hinném, hogy sokáig formában maradnak. Másrészt, akármennyire is zseniális ötlet a maga kategóriájában a termék, szerencsére kamu. Mondjuk kinézem az emberekből, hogy a kamu borítót dobozra nyomják, bevágnak egy műanyagrácsot a dobozba, és eBay-en 30 dollárért árulják. De meglepetésemre pozitívan csalódtam, mert a rengeteg hasizmos stimuláló eszköz mellett ezt a remek találmányt nem találtam meg. Cserébe a most következő találmány nagyon is valódi.
Rodrigo Alonso Schramnak ugyanis egyik nap zseniális ötlete támadt. Mi lenne, ha javítana a hálózsákok kialakításán? Ha egy hálózsákban nem úgy néznél ki, mint egy burító vagy egy tavaszi tekercs, hanem szabadon mozoghatnál. Úgyhogy meg is tervezte a saját hálózsákját, aminek kezei és lábai is vannak. Olyan, mint egy egész testet elfedő ruha, de annál sokkal több. Az anyaga direkt úgy lett kialakítva, hogy egyszerre legyen kényelmes és strapabíró, ami nem árt, ha mozogni is szeretnél benne, és később le is dőlnél egy picit. Külön levehető cipő része is van, hogy napközben a rendes cipődben nyomhasd, míg lefekvéshez már a hálózsák lábrészét használhasd. Rengeteg hasonló extrával látta el Rodrigo ezt a hálózsákat, amivel több díjat is bezsebelt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem zseniális ötlet, legalábbis minimalista túrázáshoz, kempingezéshez tökéletes. Nappal ruha, este hálózsák. Egyszerűen, ha elfáradtál, fogod magad és lefekszel. Remek találmány a lustábbaknak. Néhányan szeretik, de a legtöbben utálják, ha esik. Minden tiszta víz lesz, na meg ha épp nincs náluk esernyő, eláznak, és nem épp a legjobb megjelenni és tocsogva belépni valahova. De ugyanakkor a nyári záporoknál sok emberből kitör a gyerek, és futnak egyet, vagy elszórakoztatják egymást az esőben. És itt ugrott be valakinek a zseniális gondolat. Mi lenne, ha játékot tudnánk csinálni az esőből? Meg is született hát a vízipisztoly esernyő zseniális koncepciója. Az esernyő tetején ugyanis van egy kis tartály, ami összegyűjti az esővizet, az esernyőrúdja pedig elvezeti azt a markolaton található kis vízipisztolyba. Így te védve maradsz az esőtől, miközben másokat már támadhatsz is a vízipisztollyal. A játék akkor fordul komolyra, amikor kettő ilyen esernyőtök van, és egyszerre kell védened magad a természettől és a haverodtól. Sajnos ez is csak koncepció még, senki se kezdte el tömegesen gyártani. Pedig milyen szép szavak áriája zengene az utcán, amikor az esőben valakit szembe spiccelsz a vízipisztoly esernyőddel. Na de elég a hülyeségekből, nézzünk meg pár hasznos találmányt is. Ezzel a találmánnyal pedig a csajoknak kedvezett a feltaláló. Kétféle férfi létezik, amikor egy igen jó csaj sétál el mellette az utcán. Aki csendben ámul, és aki elkezd fütyülni és megpróbálja ott helyben megszerezni a csajt. Vagy ahogy a csajok fogalmaznának, normális és bunkó férfiak. Persze, ha ismered a lányt és poénból kezdesz el fütyülni, az más. Viszont az ilyen bunkók eléggé tudják idegesíteni a csajokat, úgyhogy valaki el is kezdett dolgozni a megoldáson. Ami nem mellesleg, és szerintem inkább főprofilként az erőszaktevőket is elüldözi. És így született meg a szőrös lábharisnya, ami már csak a képeket nézve is elég működőképes. Most csak gondoljatok bele, srácok! Elsétál mellettetek egy gyönyörű lány, szép arc, csinos alkat és olyan szűrös lábak, hogy a tiétek mellette úgy néz ki, mint egy csupasz csiga. Hát igen, gyorsan elillanott minden. Újabb hasznos találmány ezúttal az éjszakai ragadozóknak. Mert a sötétben észreétlenül eljutni a konyhába nem olyan egyszerű. Vagy épp a WC-be. Annyi akadály lehet a lábadnál, amit a sötét miatt nem látsz. Legyen az a házi állatod, amiben nem igazán szeretnél belerúgni. A kis asztal. A lépcső, amiről nem lenne jó érzés legurulni, és még sorolhatnám. De mi lenne, ha valahogy be tudnád világítani a terepet, anélkül, hogy lámpát kapcsolnál? Persze mondhatnátok, hogy világítotok a telefonotokkal, de ahhoz előbb meg kell keresni a telefont. Meg amúgy is, az olyan snasz. Ezért a világ el is hozta nekünk a választ a LED papucs formájában, ami az érzékelőinek köszönhetően, ahogy belebújsz, elkezd világítani. Kicsit olyan, mint egy autófényszórói, legalábbis nekem ez ugrott be először a felhasználási módról. Mivel csak a lábad fog a papucsnak köszönhetően világítani, nem vesz fel senkit az álmából a fénnyel, és látni is fogod, hova lépsz. Így talán szegény bundás is megúszta majd, hogy bordán rugod este. Az újdonsült szülőknek hirtelen szokott megnyúlni a bevásárló listája. Az okosabbak már a gyerek születése előtt megveszik a szükséges dolgokat, mint például a baba ágyat vagy a babakocsit. Viszont, amíg a gyerekágy egy viszonylag adott dolog, a babakocsik között rengeteg időt el lehet tölteni. Pedig egy átlag halandó azt gondolna, hogy kb. Ugyanaz, mint csak rátesznek egy kosarat négy kerékre és kész. Viszont létezik egy, ami igazán különleges. Mert amíg a legtöbb babakocsit simán csak gurítani tudod, ez a találmány visz majd egy kis sebességet az életetekbe. Ugyanis már feltalálták a rollerré alakítható babakocsit. Egyszerűen csak meg kell húzni a szerkezetet, ami a kisbabát a kosarával együtt feljebb fogja emelni, és a hátsó kerekek előtt található lábtartó részt használva már indulhat is az utazás. A szerkezet teljesen biztonságos, a baba nem fog kiesni a sebességtől, sőt valószínűleg élvezni fogja az utazást. De nem utolsó szempont az se, hogy ti is gyorsabban odaérhettek így bárhová, és egy picit nagyobb élmény is lesz, mint a simán csak tolnád a babakocsit.
És akkor így utoljára elhoztam a kedvencem, ami az egyik legegyszerűbb, de talán a legzseniálisabb találmány mind közül. Legalábbis, ha van egy kis zenei vénád, vagy a haverod agyára akarsz menni. Ugyanis a világ elhozta nekünk a zongoracsengőt, ami véget vet az unalmas, egyhangú csengetésnek. Ez a találmány ugyanis lecseréli a klasszikus csengőt egy 5 billentyűs mini zongorára, amivel különböző dallamokat játszhattok el, amíg ajtót nem nyitnak nektek. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de zeneakadémiákon vagy épp egy zongoratanár lakásán simán el tudnám ezt képzelni a klasszikus csengő helyett. Az egészben a legjobb, hogy aki ilyet szerel fel, az kísérti a sorsot és könnyen megszivathatja magát, ugyanis ha már egyszer elkezdte játszani vele, nehéz abba hagyni, amíg ajtót nem nyitnak nektek. Úgyhogy ha bárki gondolkozna azon, hogy lecseréli erre a csengőjét, csak egy jó tanács. Olyan magasra tegyétek a billentyűket, ahol egy átlagos gyerek már nem éri el. Sok kihullott hajszálat spórolhattok meg ezzel. Már ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.